Jó reggelt, sziasztok! Ez a Kávésüti Bitcoin 2022. július 29. napja van. Én Chartpunk vagyok, nézzük, hogy mi újság ma a grafikonokon. A háromnapos Bitcoin grafikonon nagyon optimista mozgást láthatunk. Jelenleg még magas mozgó alatt vagyunk, és a piros gyertyák azt mutatják, hogy egy medvés momentum van a piacon, de azt látjuk, hogy a Legrövidebb mozgóátlagunk a háromperiódusos periódusos mozgóátlag, az már a narancssárga hetes mozgóátlag fölött van, és egy ilyen enyhén emelkedő mozgással közelítjük ennek a csökkenő 30-as mozgóátlagnak a szintjét, tehát egy medvés trend vagyunk, de alakul egy olyan helyzet, mint ami itt történt, hogy közelítettük a magas mozgóátlagot, és itt tavasszal márciusban akkor át is tudtuk törni, és kaptunk egy ilyen átmeneti rallit, ami aztán ezen a ponton kihunyt és ismét egy trend folytatásba ment át. Jelenleg azt látjuk, hogy a trendstruktúra az alakul, még ez egy medvés trend. Tehát mindaddig, amíg nem látjuk azt, hogy a bikás momentumot jelző zöld gyertyák, de legalább a semleges momentumot jelző szürke gyertyák jelennek meg ezen a csárpánk indikátoron, és nem látjuk azt, hogy mindhárom mozgó átlag fölött van stabilan a bitcoinnak a kereskedése, és a mozgók azok elrendeződnek egy olyan struktúrába, ami egy bikás elrendezés, ahol a legrövidebb mozgó van felül a közepes alul, és a, leg, a, közepes középen, és a leghosszabb pedig legalul, addig bika piacról, bikás trendről nem beszélhetünk, jelenleg a konszenzió rendszer az a piros kettes struktúrát mutatja nekünk, ami pontosan azt jelenti, hogy a legrövidebb mozgó átlag az már felfele a közepeset, de még a rendszer az egy medvés trendet mutat. Minden esetre a javulás az határozottan látható a grafikonon. Legutoljára a rendszer az itt adott nekünk, ahogy az előbb mondtam, márciusban egy vételi jelzést, de értelemszerűen a itt, hogyha az ember ezen a ponton, ahol a mozgók elkezdtek keresztezni, beszállt valahol itt mondjuk erre a zöld gyertyára, és ide a korábbi csúcsok alá tett egy stoppot, azt itt szépen a rendszer mutatta is, hogy kivette, hogy ez egy fake out volt, de látjuk azért, hogy ez szépen tudja mutatni a bitcoinnak az igazi bikás trendjeit. Itt is láttunk egy, egy hasonlót, amikor egy medvepiacból kifele érkezve tavaly augusztusban fölfele a két rövid mozgó, megkaptuk a bikás momentumot a piacon, és utána egy visszatesztet követően egy nagyon szép rallit láttunk. Ezt láttuk korábban itt is például a, a 2020 márciusi Covid összeomlás után, hogy amikor felkeresztezte a bitcoin árf, a felkeresztezte a két mozgó a lassú mozgó átlagot, és megjelent a bikás momentum, akkor az egy milyen szép rallit eredményezett. Úgyhogy azt gondolom, hogy ha hosszú távú befektetők vagyunk, akkor jelenleg még várakozunk, várjuk ezt a fajta jelet, amit itt látunk, és egy ilyen jelre lehet óvatosan elkezdeni a piacba beszállogatni, olyan formában, hogy egy ilyen fajta medvés visszakanyarodásra készülve értelmesen helyezgetünk el stoppokat. Ez az abszolút hosszú távú trendkereskedők számára lehet hasznos információ, aki hosszú távon gondolkozik, annak értelemszerűen, és nem mondjuk átlagos ilyen DCA módszerrel vásárol, hogy mindegy mennyi az árfolyam folyamatosan vásárol, aki hosszú távú trendet keres, annak azért érdemes még egy picit várnia. Én továbbra is azt mondom, hogy ez a szint, ez a 28 és 32 ezer dollár közötti szint, ugye ez itt egy, egy horizontálisan egy fontos szint volt, itt volt egy, egy elég hosszú tömörülés az árfolyamban, hogyha most a bikák ide fel tudnák, ez egy nagyon fontos ellenállás lesz, ez a 28 ezer dolláros szint, ezt meg is tudom nektek a nagyképpen mutatni, ez ez a szint, látjuk, hogy ez itt ellenállás volt, itt támasz volt, itt végig támasz volt, és aztán itt ugye egy, egy komoly ö, támasz volt, és végül ez szakadt le, ez most alulról ellenállásként fog visszatesztelésre kerülni, hogyha a bikák ezt a lendületes mozgást folytatják. Az azért egy nagyon fontos momentum lesz, hogy ott hogy reagál a bitcoinnak az árfolyama, ha és amennyiben egyáltalán eljutunk oda, de nézzük meg alacsonyabb idősávokon, hogy ott mit mutat a kép, ez a mozgás, ez hogy néz ki a rövidebb időtávokon. Napos grafikonon már egy nagyon szép bikás trendet láthatunk, a konszenzió megadta nekünk a zöld hármas jelzést, ami azt jelenti, hogy a konszenzió szerinti 30-as, 7-es és 3 periódusos mozgóátlagok teljesen bikás elrendezésben vannak, a legrövidebb van felül, a középső középen, és a leghosszabb mozgóátlag pedig alul, tehát a trend struktúránk a konszenzió szerint az bikás, és azt látjuk, hogy a csártpánk indikátor az a momentumot zöld gyertyákkal jelzi nekünk, tehát bikás momentumot jelez jelenleg a piacon. Azt is jól észre lehet venni, hogy napos idősávon egy ilyen szép emelkedő mozgásban mozog a bitcoinnak az ára. Ezt úgy lehet a legjobban észrevenni, hogy azt mondjuk, hogy ez egy mélypont, ez egy csúcspont, ez egy magasabb mélypont, egy magasabb csúcspont, magasabb mélypont, magasabb csúcspont, és itt egy magasabb mélypont. És most az a nagyon fontos, hogy itt, ahol most van az árfolyama 24.200 dolláros szint környékén, itt egy kicsit magasabban csináljunk egy újabb csúcspontot, mielőtt esetleg lefordulna az elfolyam, mert akkor ez a trend, amit itt látunk, ez szépen egyben marad, és hogyha visszamegyünk egy pillanatra háromnapos grafikonra, akkor ebből azt a következtetést vonhatjuk le, hogy ez, amit itt látunk, ez a mozgás folytatódik, és bizony el tudjuk érni, meg tudjuk közelíteni ezt a 30 periódusos mozgó átlagot itt a háromnapos grafikonon. Egy napos grafikonról egyébként nagyjából ennyit érdemes elmondani. Ha szinteket nézünk, akkor, ahogy napokkal ezelőtt is mondtam, ez a 25.400 dollár, ez egy érdekes szint lesz, mert itt ennek a leszúrásnak az alja volt, és egyébként itt is ezt a 28.000 dollár, 28.500 dollár, tehát ez ez a szint, ami ennek a tömörülési zónának az alja volt, az lesz egy nagyon érdekes pont. Jelenleg egy bikás trendben és egy bikás momentumban mozog a bitcoinnak az árfolyama, úgyhogy számolhatunk azzal, hogy ezt a 28.000 dolláros szintet ezt tesztelni fogja az árfolyam, az egy nagyon érdekes szint lesz olyan szempontból, hogy ellenállásként megfogja és visszafordítja az árfolyamot, vagy esetleg egy impulzussal azt át tudjuk kereskedni, és visszakerülünk ebbe a 28 és 32 dollár közötti zónába. Hogyha lejövünk egészen rövid 4 órás idősávra, akkor itt azt láthatjuk, hogy ismét kialakult. Itt ugye azt láttuk, hogy volt egy szép egészséges felfele mozgó trend, itt indult egy korrekció, látjuk, hogy a mozgók azok elrendeződtek egy medvés elrendezésbe, és itt kaptunk egy medvés momentumot jelző gyertyát, és ez meg is mutatta, hogy milyen szépen lefele jött az árfolyam. Aztán itt, amikor a rövidebb mozgó felkeresztezte a közepes mozgót és az árfolyam mozgásában kaptunk egy kis emelkedést, itt már zöld momentumot jelző gyertyát kaptunk, és a mozgók is felfelé kereszteztek, itt ismét kialakult egy rövid távú bika struktúra a bitcoin piacán, tehát rövid idősávon egyelőre teljesen egészséges ez a felfele tartó trend azt látjuk, hogy emelkedik mind a három mozgó átlagnak a szintje, tehát rövid távon ez egy bika piac. Az egyetlen, ami érdekesség, az ezek a hosszú vikkek itt a gyertyáknak a tetején, ezek azt jelzik, hogy a medvék azok próbálgatják vissza, visszanyomni a bitcoinnak az árfolyamát, de nagyon szép rövid távú trendben mozog jelenleg a bitcoinnak az árfolyama ez egy érdekes szint, ahol vagyunk, látszik, hogy ez itt egy korábbi csúcspont, erre most reagál a bitcoinnak az árfolyama, ezt a 24.200 dolláros szintet, ezt át kell kereskedniük a bikáknak, ahhoz, hogy trend lehessen következtetni, hogyha itt az árfolyam reagál és visszafordul, az majd látszani fog abból, hogyha a mozgók lefele kezdenek keresztezni, akkor elképzelhető itt ezen a szinten egy konszolidáció. Összességében tehát, hogyha Visszatérünk ide a háromnapos grafikonra, ahol kezdtük a mai elemzést, akkor azt lehet mondani, hogy egy reményt keltő helyzetben vagyunk, hiszen szépen közelítjük azt a határvonalat, ami fölött elkezdhet kialakulni egy bikás trendstruktúra. A jelenlegi erőjelz, előrejelzés, ha ez a mozgás folytatódik, akkor még a következő két-három napos gyertyában, tehát a következő egy hétben még nem jelez érdemi trendfordulót, de ha ilyen formában mozognak a gyertyák, akkor hát itt, hogyha hozzáteszünk még hármat, tehát kilenc, meg hat mondjuk, egy, egy két hetet hozzáteszünk, akkor egy ilyen típusú ármozgás esetén elképzelhető, hogy kapunk egy kicsit bikásabb trendstruktúrát. A longokkal azért egyelőre óvatosan, ugye mindig a nagy idősávú trend mutatja nekünk az irányt, és a nagy idősávú trend az egyelőre még egy medvéstrend, de ahogy láttuk, napos és négy órás idősávon egyelőre egy szép egészséges bikás mozgás látható, abban közelítjük jelenleg ezt a nagyon fontos szintet a háromnapos grafikonon. Köszönöm szépen a mai figyelmeteket, remélem, hogy ez a rövid kis összefoglaló ez segít nektek abban, hogy egy picit jobban átlássátok az árfolyam mozgásokat a Bitcoin piacán, amennyiben ez így van, akkor a lájkokat, feliratkozásokat, megosztásokat és kommenteket továbbra is nagyon köszönöm, ezek segítenek nekem abban, hogy a YouTube fontosabbnak és relevánsabbnak tartsa a csatornámat. Szép napot és jó kereskedést nektek! Sziasztok!